A baráti hangulatot hadd fűszerezzük akkor a szerző Bagosi Nagy Tibor gondolataival. Eszembe jut az a vicc, ugye, mikor a Tanyasi bácsi elmegy a családhoz, ugye messzeföldre, és a fiára rábízza a tanyát. Hát a fiú otthon marad, és akkor jön az öreg haza, és akkor kérdi az édesapja, hogy a édesfiam, aztán valami volt a tanyán, valami történt? Az édesapa, semmi. Hát, semmi. Biztos, hogy nem volt semmi? Semmi nem. Ha csak az nem, hogy kitört az ásó nyele. Hát hogy tört ki az ásó nyele? Hát akkor tört ki, mikor elástam a kutyát. A bodri megdöglött? Hát megdöglött a bodri. Hát hogy döglött meg a bodri? Hát eltaposták a tehenek. Hogy a tehenek kijöttek az istálóból? Hát igen, hát miért? Hát azt mondja, édesapám, úgy néz ki a dolog, hogy megijedtek. Hát de mitől ijedtek? Hát amikor leégett az orr. Hát az orr is leégett. Hát nem bizony, hát az meg hogy égett le? Hát úgy égett le, hogy amikor a ház megégett, akkor a parázsát a szél az orra. Hát de a ház is leégett? Hát bizony, le, édesapám. Hát de akkor hogy égett le a ház? Hát a macska volt a hibás. A círmos? Az a círmos. Hát miért? Feldöntötte a gyertyát. Hát milyen gyertyát? Hát amit a ravatalorozat tettünk a nagyanyámnak. Meghalt a nagyanyám is. Hát meg bizony, édesapám. Hát de egészséges volt, hát mióta olyan? Agyod ütötte a guta. Miért? Hát azt mondja, azért, mert hát elment anyánk a postással. Elment anyád a postással? Hát elszökött bizony. Hát akkor, édesfiam, tényleg nem történt semmi. Ugye az életben rengeteg dolog van. Élünk, próbálkozunk dolgokkal. Én ezt szoktam mondani az embereknek mindig, hogy Istennek van egy elhívása mindenkinek az életére. Én azért örülök ennek a házaspárnak, és nekem azért kedvesek a szívemnek, mert ők megtalálták ezt. Nagyon sokan tényfelegnek az életben. Úgy vannak, ugye? Mint a befőtt, ugye? Vegetálnak. Léteznek. És élik úgy az életüket, hogy nem tudják azt, hogy igazán a szívükben mit ültetett Isten. És ők azért csodálatosak, és nekem azért kedvesek, mert ők felvállalják ezt, hogy ők kimentek a tanyára, ők ott élnek, és bár egyetemet végzett mind a kettő, és komoly emberek, ők nem tagadták meg azt, hogy honnan indultak. Képekkel szeretném volna megmutatni az embereknek azt a vidámságot, és azt a szívbeli örömet, ahogy ők élnek indult. Máshogyan nem lehetett volna, ugye? Nézzük a tévébe, a csatornákon ömlik a vér, ömlenek a balesetek, a mindenféle katasztrófák. Ha megnézel egy komoly fotós újságot, a nagy része erről szól. A kiállítások nagy része az emberi drámát mutatja be. A vidám oldalt kevesen látja. Ha mi meg tudjuk mutatni az embereknek ennek az életnek a vidám oldalát, akkor már valamit tettünk. Valamit tudtunk átadni a többieknek. Hogy nem csak az árnyékos oldal létezik ennek a parasztvilágnak, megvan a vidám oldala is.